Üdvözöljük Deák Szimonát, örülünk, hogy eljöttél. Először arra kérlek, hogy egy pár szóban mutatkozzál be. Köszönöm szépen. Deák Szimona vagyok, 33 éves, tibeti hangtalterápiával foglalkozom. Hát a tudatosság útját már kb. 2 éve járom, itt Natinál. És hogy miért indultam el ezen az úton? Hát én főleg az egészségügyi kihívásaim miatt. Mindig volt valami betegség, ami felütötte a fejét, és erre szerettem volna megoldást találni. És már Nati előtt is kerestem ugye megoldásokat, több technikát, módszert kipróbáltam, de igazándiból soha semmi nem hozott maradandó pozitív változást az életembe, míg nem összehozott a sors Natival, és onnantól kezdődött el úgy igazán az élet, amikor már tényleg a saját kezembe tudtam venni a sorsomnak az irányítását, és ezáltal elindultam a valódi boldogság útján. Tehát akkor a fizikumod miatt főként, meg a lelki életedben is érezted, hogy változásra van szükséged? Hát főként a fizikai dolgok voltak azok, amik elindítottak. Hát nyilván ez a lelki dolgokra is kihatott, ugye, hogyha az ember rosszul érzi magát, fájdalmai vannak és beteg, akkor ez kihat a lelki oldalra is. De első körben főleg ezek a fizikai dolgok voltak. Mert hogyha jól voltam, akkor egyébként lelkileg is jól voltam. És egyedül érkeztél, vagy a pároddal? A férjemmel. A férjemmel együtt, igen. Most már ő is ketten járjuk a tudatosság útját. És együtt is kezdtétek? Én kezdtem, és ahogy ő is kezdte rajtam látni ugye a változást, a pozitív változást, akkor aztán ő is csatlakozott hozzám. És kíváncsi volt, hogy mi történik? Igen. Már rögtön az elején érezted a változást, vagy el kellett álljon egy kis időnek? Hát valamilyen szinten persze éreztem az elején is, de ugye ez egy folyamat. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogyha valaki a tudatosság útján jár, akkor onnantól kezdve minden szép és rózsaszín és csak jó. Szóval ugyanúgy vannak itt is mélypontok, viszont az ember megtanulja kezelni, hogy hogyan kell ezeket a mélypontokat jól kezelni, hogy kell ezekből minél hamarabb kilábalni és nem megragadni bennük. Mert ugye előtte hajlamos voltam én is hetekig, hónapokig, akár évekig is ragódni egy problémám, vagy ugye amit nem tudtam megoldani. Most pedig már nincs ilyen. És meg is tudjátok beszélni otthon a férjeddel az itt tanultakat, illetve használjátok is, gondolom. Természetesen, és egyébként ez úgymond a legjobb, hogyha tényleg egy pár, vagy hogy egy házas pár is, hogyha mind a ketten elindulnak ezen az úton, mert ez iszonyatosan nagy segítség tud lenni, hogy egymásnak is tudunk segíteni, esetleg, hogyha az egyikünk épp mély ponton van, hogy akkor segítjük egymást. És akkor érzed a fizikai javulást is, nem csak a lelki javulást? Hát igen, elindultam a gyógyulás útján. Nyilván a testnek több időre van szüksége, hogy ténylegesen bekövetkezzen a fizikai gyógyulás is, de egyébként igen. Igen. Azt szokták mondani, a mesternek az a feladata, hogy meglássa, illetve el is mondja azt, amit te magadon nem akarsz észrevenni, és az kiismeri a biztosítékot. Ez nálad hogy volt Natival kapcsolatban? Hát nekem főként az verte ki legelőször a biztosítékot, amikor úgy szembesített azzal, hogy milyen önsajnálatban élem az életemet. Hogy mennyire felvettem ezt az áldozat szerepét. És hogy lényegében a betegségeimnek egy részét, ugye, hát nyilvánvalóan én alakítottam ki, de hogy azáltal, hogy figyelmet szerettem volna magamnak ezáltal generálni, hogy törődjenek velem. Vagy azt a szeretetet, ugye, amit én magamnak nem tudtam megadni, mert nem tudtam magamat elfogadni azelőtt, azt kívülről vártam. És ez a figyelemfelkeltés is volt. Nyilván ez tudatalatt működik, nem tudatosan alakítja ki ezt az ember. Csak ugye, amikor ezzel először szembesül az ember, akkor azért az úgy... Igen, fájdalmas. Hát tudom. Igen. Tehát először rosszul esett, és utána elkezdtél rajta gondolkodni? Az első pillanatokban, hát igen, nem esett nagyon jól, de aztán akiben tényleg megszületik az a vágy, hogy tényleg szeretne változtatni az életén. És ugye egy betegségről beszélünk, és senki nem szeret rosszul lenni, akkor persze jön az, hogy elgondolkodik az ember, hogy valóban ennek mennyi a valóság alapja, vagy tényleg így van, és már ugye Natinál tudjuk, hogy ő nagyon-nagyon jól meg tudja látni ezeket a dolgokat, és aztán tényleg én is felismertem azt, hogy,
hogy bizony igen, van egy ilyen alapja is. És azóta rendszeresen jártak akkor a férjeddel Natihoz? Igen, igen. És milyennek látod Natit? Ha felnézel rá, akkor miért nézel fel rá? Hát mert egy iszonyatosan nagyon erős nő. Nagyon magabiztos, céltudatos. Szóval, hogy tudja, hogy tud, és hogy bármit, amit eltervez, azt véghez is tudja vinni. És hát azért is felnézek rá, mert most már közös a küldetésünk, de hogy ő is tényleg segít az embereknek, és azon van, hogy meg tudja minél több embernek mutatni, hogy így is lehet élni, és hogy tényleg a kezünkbe tudjuk venni a sorsunkat, hogy megteremthessük azt az életet, amire mindig is vágytunk. És Nati az, aki a színpadon áll, és viszont Misi is, a férje mindig itt van mellette, itt van a rendezvényeken. Őt hogy látod? Milyen ember, illetve mi a feladata? Hát Nati az, ugye, aki a kemény, aki oda mondja, és ugye ez is kell, hogy az ember ébredjen. Misi pedig, ő ilyen lágyabb. És ugye amikor Nati úgy odacsap, és ugye azt az embert először azért ez mélyen tudja érinteni, és akkor kicsit úgy gödörbe kerül, akkor Misi az, aki azzal a nagyon pozitív szeretet energia abból a gödörből ki tud emelni. Szóval keveset beszél a Misi, de sokat mond. Szóval mindig van neki egy-egy olyan mondata, ami túl tud juttatni, vagy tud segíteni ezeken a mélypontokon. Mi motivált arra, hogy jelentkezz a Tanított Mestert Nevelek programra? Én kiskoromtól kezdve éreztem, hogy nagyon szerettem mindig is segíteni az embereknek, és én éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van. Csak ugye még azt nem tudtam, hogy ez konkrétan hogyan fog megvalósulni, hogy milyen formában. És aztán rájöttem, hogy ugye először saját magamon kell tudni segíteni, és akkor fogok tudni ugye hitelesen másoknak is. És ez egyszerűen aztán, ha az ember ezen az úton halad, akkor mindig jön a következő lépés, és aztán így kikristályosodott. Ahogy én is kezdtem magamat rendbe tenni, hogy közösen fogunk dolgozni. Meg hát lényegében ugye a hivatásomat, ezt a hangtalterápiát is a tudatosságnak köszönhetem. Mert előtte fogalmam nem volt, hogy ki vagyok én, hát honnan tudtam volna, hogy mit szeretnék, vagy mi az, ami tényleg örömmel és jó érzéssel tudok csinálni, úgyhogy... Akkor ezt akkor kezdted el, mikor már a Natit megismerted? Igen. Egy évre rá kezdtem el ezzel foglalkozni, ezzel a hangterápiával. És ezzel is segíted az embereket? Igazából. Hát lényegében igen. Igen. És mi a témád, a küldetésed? Mivel iszonyatos nagy önbizalomhiányban is szenvedtem, és valahol mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó. És persze kívülre nem ezt mutattam, de belül mindig ezek az érzések munkálkodtak, és ez kihatott az életem minden területére. Ezért azt szeretném megmutatni az embereknek, példát mutatni abban, hogy senki sem kevesebb, mint a másik, és hogy mindenkinek megvan az, amiben jó, csak először meg kell ismernie önmagát, és lényegében akkor fog kikristályosodni az, hogy miért is született erre a földre. És hogy tényleg minden pillanatban ott van a csoda. Csak hogy elmegyünk mellette, ez a probléma, hogy nem veszük észre, nem erre figyelünk. És hát boldog, azért születünk a földre, hogy boldogok legyünk. Nem azért, hogy szenvedjünk. Úgyhogy ezt szeretném megmutatni az embereknek, hogy tudatosan tényleg egy boldog életet lehet teremteni. A változást az életetekben észrevette a környezetben lévők is? Igen, észrevették, és őszintén szóval sokan le is morzsolódtak, úgy mondom. Így barátok is. Viszont kaptunk helyette új tudatos barátokat. Úgyhogy persze, ez látszik az emberen, hogyha kivirágzik és boldog. És egymáson is látjátok a változást, gondolom. Igen. Igen. Sokat, aki egyensúlyozottabb és boldogabb ezáltal az életünk, és tényleg mindent meg tudunk beszélni. És a túlzott ragaszkodásomat is el tudtam engedni. Mert ugye, mivel nem volt önbizalmam és nem bíztam magamban, ezért kb. Így mindenhova együtt mentünk a férjemmel, mindent együtt csináltunk, és bár akkor még nem tudatosítottam, de ennek is ugye ez volt a mozgatórugója, hogy úgy gondoltam, hogy én egyedül nem vagyok képes semmire, holott ez abszolút nem igaz. Hogyan fogalmaznád meg, mi a tudatosság, illetve hogyan él egy tudatos ember? Amikor már
nem a külső körülményeid irányítják az életedet. És lényegében, ugye mivel itt felmerült nálam a betegség témája, a tested is valahol a legelső külvilágod. És nem csak ez a test vagyunk. És amikor már tudatosan élsz, akkor a körülményeitől nem teszed függővé a jól létedet, hogy te hogyan érzed magad. Amikor már ez nem befolyásol, és tényleg te döntöd el azt, hogy te jól szeretnéd magad érezni. És ezáltal, hogy ez az energia munkálkodik benned, egyre inkább ezeket a helyzeteket is fogod tudni bevonzani, ami egyre több okot fog adni arra, hogy jól érezd magad. Mert ott van a fókusz. És mit üzennél annak, aki még gondolkodik, hogy elinduljon a tudatosság útján? Hogyha már valakiben megérett, úgymond a hívás, és érzi azt, hogy vannak olyan életterületei, már pedig szerintem valahol mindenkinek vannak, amiben nem boldog, vagy ahol nem boldog, és úgy érzi, hogy valami változtatni kellene, és elég bátor is, mert kell egy oldag bátorság, hogy az ember merjen szembenézni saját magával, akkor ne habozzon. Mert bár vannak ugye, ahogy mondtam, itt is mélypontok, és vannak olyan pillanatok, amik nem könnyűek, viszont megéri. Minden perc megéri ezen az úton haladni, mert tényleg itt tudod aztán kialakítani tényleg azt a jövőt, amire mindig is vágytál. És itt ráeszmész arra, hogy egyébként tényleg a te kezedben van minden, és rajtad múlik. Köszönjük szépen a beszélgetést! Nagyon szépen köszönöm én is!